Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen jelentős beruházás kezdődik a városközpontban. Itt vagyunk a piac területén. Mi történik itt, és mi ez a beruházás? Szeretettel köszöntöm is a kedves televízió nézőket. Megkezdődik az egyik topos beruházásunk, a Karcag zöld felületeinek a fejlesztése című projekt. Összesen 6 helyszínen fog a munka bonyolódni. Itt a helyszínen a virágpiacon vagyunk, ezen a területen a térburkolat fog megújulni, a vízelvezetés lesz megjavítva, illetve egy olyan rámpa kerül kialakításra, hogy a mozgássérültek is meg tudják közelíteni ezt a területet. Ezen kívül ez a beruházás érinti a Kossuth térnek a keleti részét, a toronyház környékét, ott a fákat, növényeket fognak ültetni, azokat a növényeket, amelyek már előregettek, ki fogják cserélni, új padok kerülnek felállításra, tehát megújul a térnek a keleti része. Egy másik park felújítása a templomkertben fog megvalósulni, ott is egy térburkolatos rész kerül kialakításra a közel a református templomhoz, ott azon a kör alakú területen, az lesz kiépítve. Ezen kívül nagyon fontos, hogy megújul két játszóterünk. A toronyház melletti játszótér lesz teljesen felújítva, a lehető legmodernebb játékokkal ellátva, és hát egy ilyen gumiborkolat lesz, ami a uniós előírásoknak is megfelel. Remélem, hogy nagyon nagy kedvel fogják használni a gyerekek és a családosok, örömmel fogják azt megközelíteni, illetve a rendőrség melletti játszótér egy része úgy szintén meg fog újulni modern új játékszerekkel. Ezen kívül az utolsó helyszín az a Városháza mögötti rész, ahol egy komoly kerékpártároló kerül kialakításra. Úgy tudom, hogy ez egy konzorciumi beruházás keretében valósul meg. Kik tagjai a konzorciumnak? A Karcagvárosi Önkormányzaton kívül a Református Egyháza, a másik konzorciumi tag, már csak azért is, mert az ő területeket is érinti ez a beruházás, a templomkert jó része a Református Egyház tulajdona. Mikor valósul meg ez az ön által elmondott beruházás sorozat? A terület átadás megkezdődött, hát a munkálatokra most még nagyon nem kedvező az időjárás, de reméljük, hogy 3-4 napon belül már most teljes gőzzel neki tudnak látni, és előre láthatólag október végére el kell, hogy készüljenek ezek a munkálatok. Mekkora beruházásról van szó, és milyen pályázati forrásból? Még egyszer mondom, ez egy topos pályázat, során elnyert 100%-os támogatottságú projekt, 140 millió forintos beruházás, ebből 98 millió nettó forintot lehet a kivitelezésre fordítani. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!